Jó estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízió esti köztér című műsorát látják. Július 26-án álmok váltak valóra, vagy éppen törtek össze, kiderültek a felsőoktatási ponthatárok. Mai vendégünk pedig Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere, Szántó Richárd a Corvinus Egyetem oktatási dékánhelyettese, illetve Kozári Kristóf jelenleg is Corvinusos hallgató. Alpolgármester úr, mit kínál Székesfehérvár az itt lévő diákoknak? Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk ismét afelé, hogy azt az űrt, azt a hiányt betöltsük, ami néhány évvel ezelőtt még a várost jellemezte, hogy olyan gazdag egyetemi program kínálata és felsőoktatási kínálata legyen, mint ami most már ma 2017-ben van. Többes célunk volt azokkal az együttműködésekkel, amelyeket az elmúlt években kialakítottunk, egyrészt a Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszával, másrészt pedig az Óbudai Egyetem Alba Réga műszaki karával. Azt gondolom, hogy a város jövő szempontjából elengedhetetlen ez a két együttműködés. Itt is szeretném megköszönni Corvinus Egyetem vezetésének és minden karának és minden dolgozójának, aki hozzá járult ahhoz, hogy most már az első évfolyam a két szemeszterén túl van és a harmadik szemeszterre készülhet, és hogy az idejében is tudtunk egyet lépni. Egyrészt azt gondolom, hogy a városipara számára elengedhetetlen, hogy legyenek olyan képzett mérnökök és gazdasági szakemberek, akik már tanulmányaik alatt be tudnak kapcsolódni a székesfehérvári helyi ipar életébe, világába, és azt követően már magabiztos munkavállalóként tudják a város fejlődését a gazdaságon keresztül segíteni. Másrészt pedig régi igény volt a helyi fiatalok tekintetében, hogy magas szintű diplomához tudjanak helybe jutni. Azt gondolom, hogy ezzel a két partnerrel mind a két cél megvalósítható, és azt gondolom, hogy évről évre haladunk előre e tekintetben nagy léptékekkel, hiszen ha csak az idei számokat nézzük úgy, hogy még a pótfelvételi előtt állunk, akkor is azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, hiszen az Óbudai Egyetem körülbelül annyi fiatalt vett föl, mint a tavalyiban, ami az előző évekhez képest egy nagy ugrás volt, hiszen 30%-kal tudták az előző tanévben növelni a hallgatói létszámot. A Corvinus Egyetem pedig majdnem háromszor annyi fiatalt tudott az első felvételi eljárásban felvenni, mint az előző évben. Igaz, egy új mesterszakkal bővült a kínálat, ami azt gondolom, hogy a város mindennapi életéhez is kapcsolódik ez a sportközgazdász szak. És hát természetesen megyünk tovább. Most itt van még néhány napunk a pótfelvételi határidejéig, augusztus 7-éig. A két egyetemmel közösen a város mindent megtesz annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik szerte este kicsit csalódottan kapták meg az SMS-t, azoknak olyan lehetőséget tudjon kínálni, amely azt gondolom, hogy az ő életüket nagyban meg tudja határozni. Mind a két egyetemen valamennyi alapszak meghirdetése kerül a pótfelvétel, de akár gazdasági, gazdálkodás és menedzsment, illetve pénzügyi számvitel, valamint az Óbudai Egyetemen a gépészmérnök, villamosmérnök, a mechatronika szak, földmérő és földrendező szak is meghirdetése kerül, úgyhogy várjuk természetesen a fiatalok jelentkezését. És hát az kevés egyébként, hogyha egy város és egy egyetem szeretne fejleszteni, ahhoz fiatalok is kellenek, és azt gondolom, nagyon fontos, hogy legyenek olyan hiteles fiatalok, mint Kristóf is, aki már két szemesztert a Corvinus Egyetem helyi kampuszán elvégzett, hiszen az ő generációjuk talán biztosan Kristóféktól jobban el tudja fogadni azokat a pozitív tapasztalatokat és visszajelzéseket, amelyeket már egy év után tudnak adni, és hát örömmel látjuk, hogy azért a helyi fiatalok jelentkezési aránya az évről évre bővül. Azt gondolom, hogy ez a lehetőség, ami nem csak az elméleti tudást biztosítja, hanem a duális képzésen keresztül a gyakorlati tudást is, az egy kirívóan nagy lehetőség itt Székesfehérváron. És hát a város pedig természetesen igyekszik a szabadidő hasznos eltöltésében is segíteni a fiataloknak, hiszen néhány napon belül, szeptember 15-én nyit majd a Petőfi Kultúrtanszék, a város új egyetemi klubja, ami nagyon bízunk benne, hogy a tanórák után kizárólag és nem helyett fogják majd gyakran látogatni a fiatalok. Ugorjunk egyet vissza a középiskolához. Mit gondol, akik itt Székesfehérváron tanulnak különböző szakközépiskolákban, megállják-e helyüket az egyetemeken, bármely városban?
nem csak itt Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy abszolút a középiskolai oktatása sohasem lehetett panaszt a Székesfehérvárnak. Nagyon erősek a gimnáziumaink, illetve a szakképzés is. Nagyon erős, azt gondolom, hogy ott akár a szakmai, vagy akár a tanulmányi versenyeken elért eredmények is mutatják. És hát természetesen azért az igazgatókkal gyakran beszélgettünk, főként itt az érettségi időszakában, hogy hogyan is sikerültek az eredmények, és valóban nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. És hát nagyon örülünk annak, hogy több olyan fehérvári fiatal is bekerült például a Corvinusra, akik jóval 400 pont fölötti eredményeket értek el, amihez azt gondolom, hogy a jeles érettségi mellett a nyelvvizsga és egyéb más eredmények is szükségeltettek, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És hát természetesen azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt két évben, ugye jövőben is ősszel igyekszünk majd minden intézménybe eljutni és a végzős fiatalokkal megismertetni ezeket a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a személyes kommunikáció az nagyon-nagyon fontos, és a példamutatás, hiszen az elmúlt ősszel is már helyben tanuló egyetemistákkal tudtunk közösen menni, és nyilván ha Kristóf a Ciszterbe visszalátogat, akkor azt gondolom, hogy az alsósok a nagy örömmel fogadják és hallgatják meg az ő tapasztalatait, de szerencsére szinte valamennyi székesfehérvári középiskolából vannak felvett fiatalok a helyi egyetemeken, tehát ők tudják majd a következő tanévben is elmondani ezeket a tapasztalatokat. Azt őszintén bevalljuk, hogy Budapest vonzereje az most is fennáll és megvan. Próbáljuk a város előnyeit szembehelyezni a budapesti élettel, de hát azért most is a héten több olyan fehérvári fiatalnak is gratuláltam, aki mondjuk gazdálkodás és menedzsment szakra a Corvinus Egyetemre felvették, csak éppen nem Székesfehérvárra, hanem Budapestre. Azt gondolom, hogy nyilván megértve és a fiatalok szabad döntési lehetőségét megadva, nyilván jövőre jobban, még koncentráltabban kell a fehérvári képzés előnyére felhívni a figyelmünket. Melyek ezek az előnyök? Én azt gondolom, hogy amit már az előbb is elmondtam, hogy ha mondjuk az óbudai egyetemet tekintve, ugye 6 alapképzés, 6 mérnök képzés zajlik egy időálló módon, több mint 150 duális hely áll az óbudai egyetem a régió műszaki karán rendelkezésre a fiatalok előtt, és hát azt gondolom, hogy azok a lehetőségek és azok a partnercégek pedig valóban vonzók lehetnek a fiatalok számára. És ha nem beszélve arról, hogy a duális képzésben amellett, hogy nagyon korán már komoly gyakorlati tudáshoz is jutnak a fiatalok, azért a havi bevétel is egy fontos szempont lehet. Azt gondolom, hogy ez példaértékű a műszaki területem, és hát a Corvinus Egyetem gazdasági szak, így a két legnépszerűbb gazdasági szak, a gazdálkodás és menedzsment, illetve a pénzügyi és számvitel szak idén is elindul. Mind a két esetben komoly előrelépést tudtunk létszámban is tenni az előző évhez képest, tehát azt gondolom, hogy nagyon vonzó lehetőség. És hát az a munka lehetőség, ami nem minden városban adott, azt gondolom, itt Székesfehérváron pedig minden adott ahhoz, hogy a fiatalok egy magas szintű tudás megszerzése mellett már gyakorlatorientált képzésben vegyenek részt, hiszen azt a Corvinus Egyetemmel már az elejétől kezdve közösen is úgy gondoltuk, hogy nem különbözhet ez a képzés semmiben sem a budapesti képzéstől, hiszen ugyanaz a mintatanterv, ugyanazok a tanárok tanítanak, tehát Budapestről járnak le a Székesfehérvári kampuszban a tanárok, és hát nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb a hallgatói élet is, és a létszám is, ha nem is fogja elérni a budapestit, de arányaiban egy komoly létszám lesz majd, hiszen azért fejlesztünk közösen, mint azt néhány hete jelentettük be, egy új, csak nem másfél milliárdos fejlesztés indul meg a Corvinus kampuszának fejlesztése érdekében, amelyhez a város is hozzájárul mintegy 200 millió forinttal. Tehát az infrastruktúra az adott lesz, már csak az kell, hogy minél több fiatal népesítse be. Ösztöndíjak tekintetében mennyire erős Székesfehérvár? Én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemi ösztöndíjakat kiegészíteni, ezért is döntöttünk úgy két évvel ezelőtt, hogy elindítjuk a felsőoktatási ösztöndíjat, mint önkormányzat. Minden szakról a két legjobb
eredménnyel az adott fél évet lezáró fiatal kap ösztöndíjat. Azt gondolom, olyan pozitívak ezek a visszajelzések, havi 20 000 forinttal igyekszünk segíteni az ő tanulmányaikat. Nyilván értelemszerűen ennek a körét szeretnénk bővíteni, és most például fogjuk is, hiszen abban is megállapodtunk, hogy nem csak alapszakon, hanem mesterszakra is kiterjesztjük majd ezeket a ösztöndíjakat, és ott megindulunk neki, hogy most már egy több fiatalnak adhatunk ilyen jellegű ösztöndíjat. Az önkormányzat mellett egy diák önkormányzat is, hogy is mondjam, egymást támogatva próbálják itt a hallgató életet is fenntartani. Hogy sikerül? Valóban első éven van túl a hallgatói tanács, a székesfehérvári hallgatói tanács, itt igyekeztünk mind a három felsőoktatási részvevőnek, a hallgatóinak lehetőséget biztosítani, így mind a Corvinusról, mind az Óbudáról, mind pedig a Kodolányiról 3-4 fő képviseli az intézményt, és igyekeznek a programok szervezésében és ötletekben részt venni, hiszen a Petőfi Kultúrtanszék ötletét és gondolatát is közösen alkottuk meg, az első városi gólyabál is közösen szerveztük, és már azt gondolom, hogy hamarosan neki is fogunk állni a második a székesfehérvári gólyabálnak. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon pozitív visszajelzés volt, hogy az intézményeknek nem kellett önállóan maguknak gólyabát szervezni, hanem a város segített és biztosította a forrást és a lehetőséget arra, hogy a város egyetemistái közösen szórakozzanak és ismerjék meg egymást, illetve a különböző szakokon tanuló fiatalokat. Ezt is folytatjuk, természetesen tervezzük a közös városi tanítmányt, és hát nagyon bízom benne, hogy a Petőfi Kultúrtanszék élettel telik meg, és nagyon sokan fogják majd látogatni. Természetesen ez nem csak arról szól, hogy beülünk délután egy kávéra, vagy este meghallgatunk egy koncertet, de azt gondolom, hogy lesz néhány olyan helyiség, ami akár a hallgatói önkormányzatok, akár kisebb a csoportok számára előadásokat, közös tanulást, közös programokat lehet ide vinni. Nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz. És hát azt gondolom, hogy ahogy fejlődik az egyetemi élet, és minél több hallgató lesz, annál több programot is tudunk majd közösen szervezni, és természetesen nagyon fontos, hogy a székesfehérvári diáktanáccsal, a középiskolásokkal is legyen egy szoros kapcsolat, éppen ezért a hallgatói tanácsban is meghívást kap a diáktanács vezetősége, hiszen szeretnénk, hogyha a folytonosság megmaradna. Természetesen az egyetemi lehetőségek hirdetésében és népszerűsítésében a középiskolásoknak is nagy feladata van. Úgyhogy ezért is örülünk annak, hogy ezt az átmenetet tudjuk biztosítani a diáktanács és a hallgatói tanács között is. Az előbb már beszélgettünk, hogy az Óbudai Egyetem hány diákot delegálhat most már magához. Hogy áll a Corvinus? Ahogy azt elhangzott, növekszik a létszámunk, és ez nagyon örvendetes. Bár egy kisebb bázisról indultunk, és nyilván jóval kisebbek a számok, mint Budapesten, de valóban meg tudtuk háromszorozni, közel háromszor annyian jelentkeztek. Vettünk fel, és a jelentkezők száma is megnövekedett. A külön sikersztoriként emelném ki a sportközgazdást, ami még minket is meglepett, hogy milyen nagy számban jelentkeztek erre a képzésre, és egy nagyon ütőképes kis csapat fog neki vágni szeptembertől. Mind a három képzésünkön van duális képzés, ezek a képzések is népszerűek, és egyre több céget tudunk bevonni, tehát itt is egyre több nagyobb létszámmal vehetnek részt a hallgatók ezekben a képzésekben. Itt a székesfehérvári kampuszon melyek azok a tárgyak, vagyis hát inkább szakok, amikre inkább többen jelentkeznek, mint mondjuk kevésbé más szakokra? A legnépszerűbb képzés az a gazdálkodás és menedzsment képzés. Ez nem meglepő talán, hiszen ez az egész országban a mindenvívő. Ez az, amire a legtöbben jelentkeznek, és ez a legnépszerűbb képzésünk Budapesten is. Tehát adta magát, hogy ezt a szakot meg kell hirdetni itt is. Ami különbség, hogy csak itt hirdetjük meg duális képzésben. Tehát azt lehet mondani, hogy Székesfehérvár a Corvinus Egyetemnek a duális bázisa, és ide koncentráljuk a duális képzéseinket.
pontosan azért, hogy legyen valami kis unikum, valami kis egyedi, ami megkülönbözteti Budapesttől. És a másik népszerű képzésünk az a pénzügyes számvitel, ami szintén Budapesten is és az országban is egy népszerű szak. Ezt próbáljuk, hogy ez csatlakozzon, vagy ez érje utol a gazdálkodás és menedzsment szaknak a népszerűséget. Az a magyarázható talán a gazdálkodás és menedzsmentnek a népszerűsége, hogy ez egy általánosabb szak, egy általános üzleti menedzsment szak, ahonnan nagyon sok az elágazási lehetőség. Tehát aki még nem biztos, mondjuk 18 évesen, hogy mit válasszon, vagy mit szeretne csinálni, majd ha nagy lesz, annak lehet, hogy egy jobb hátteret, vagy egy biztosabb bázist ad. A pénzügyi számítás egy kicsit speciálisabb, ott már azért valamennyire tudni kell, hogy milyen irányba szeretne kacsingatni a hallgató. Pontotárok tekintetében hogy alakult az idei év? Ugye ez a terület, a gazdálkodási terület, az egy eléggé speciális terület, hiszen itt az állam, illetve a kormányzat rendeleti úton szabályozza, hogy mennyi az állami ösztöndíjas ponthatár. És ezek igen magas ponthatárok, tehát az 500-as listán, vagy 500-as skálán, 460, 450, 440 pontokat kell elérni ahhoz, hogy valaki állami ösztöndíjas helyet kapjon, és ez független attól, hogy Budapesten, vagy Székesfehérváron, vagy valahol máshova jelentkezik, ezek országos szinten egységes ponthatárok. Ettől még felfelé egy kicsit el lehet térni, hogyha az egyetemi kapacitások szűkösebbek, de ezek önmagában nagyon magas ponthatárok, és ezek a magas ponthatárok voltak Székesfehérváron is. Egyre többen jutnak be állami ösztöndíjas helyekre, ami számunkra egy nagyon nagy öröm, hiszen ez azt mutatja, hogy ezek a képzések itt is olyan minőségi képzések. Ugye a Corvinusnak az egyik legnagyobb előnye, vagy legnagyobb erőssége az a hallgatói összetétel, a hallgatói tömeg. Nagyon magas átlagpontszámokkal kerülnek be a Corvinusra a diákok. A különböző listákon első helyeket szoktuk elérni ezen a területen, és ez mindenképpen jó hír, hogy Székesfehérváron sem kell kompromisszumokat kötni, hanem ugyanolyan tehetséges és ugyanolyan magas ponttal kerülnek be hallgatók. Az önköltséges pontszámok azok általában azért valamennyivel alacsonyabbak, és itt talán kicsit könnyebb bekerülni, viszont van átjárás a két képzési forma között. Tehát minden év végén van egy úgynevezett átsorolási időszak, amikor a legtehetségesebb önköltséges hallgatók, tehát akik addig fizettek, átkerülhetnek állami ösztöndíjas helyekre. Ez vice versa? Ez vice versa is van. Uh-huh. Tehát lényegében addig kerülhetnek át önköltségesek állami ösztöndíjas helyekre, ameddig van hely a kiesettek helyére, ahogy lehet így mondani. Ugyanis aki nem ér el egy bizonyos teljesítményt, aki nem teljesít megfelelő mennyiségű kreditet az adott évben, az bizony elveszheti az állami ösztöndíjas helyét, és átsorolásra kerülhet. Hát ők nekik egy szomorúbb történet következik be, hiszen akkor ők nekik attól a ponttól kezdve fizetniük kell, de a helyükre viszont újabb tehetséges hallgatók kerülhetnek az önköltséges kategóriában. Mit kell tenni egy 17-18 éves fiatalnak, hogy például a Corvinusra bekerülhessen? Értem ez alatt a nyelvvizsgát, különböző, nem tudom, hogy vannak-e ilyen szakmai, ahol mondjuk ilyen pontokat el lehet érni. Ugye az érettségi pontokból, illetve az úgynevezett hozott pontokból, a középiskolai jegyekből 400 pontot lehet elérni. Ami, ugye mondtam az előbb, hogy 460-50 pontok is néha elért. Talán most a pénzügyi számítani 468 ponttal került be valaki az idei képzésre. Nyilván ez még nagyon messze van a 400 ponttól, amit ugye el lehet érni a szokásos hozott pontokkal, viszont az emelt szintű érettségi az, ahol nagyon sok extra pontot lehet gyűjteni. Mi nem írjuk előkötelezően az emelt szintű érettségit a szakjainkhoz, de lényegében szinte lehetetlen bekerülni, hogyha valaki ezeket nem teljesíti. Ahogy mondta, a nyelvvizsga az egy további plusz pontot jelent, illetve ha valaki kiemelkedő sportteljesítményt ér el, olimpiai bajnok, vagy világbajnok, vagy valamilyen helyezést ért el például, akkor ők is kaphatnak pluszpontokat, illetve középiskolai tanulmányi versenyeken lehet még további pluszpontokat gyűjteni. Tehát így alakulhat ki ez a maximum 500 pont, és sokszor a
képzéseinken vannak olyan hallgatók, akik elérik a maximum 500 pontot. Magam sem tudom, hogy ez hogy lehet, de nem ritka az 500 vagy 499-498 pontos hallgató a képzéseinken. Akinek mégse jött volna össze az adott pont szám, nem került be mondjuk arra a szakra, amit mondjuk szeretett volna, lesz pótfelvételi. Így van. Hogy van ez az eljárás miként? A pótfelvételi egy nagyon gyors lefolyású eljárás. Éppen ma nyitotta meg a felvi.hu a jelentkezési lehetőséget a rendszer, és mától lehet beadni a jelentkezéseket, csak elektronikusan, egészen augusztus 7-ig lehet jelentkezni, tehát egy bő hét van rá. Nagyon meg kell gondolni, mert csak egy egyetemet vagy főiskolát jelölhet meg az ember, egy szakot, és ez egy nagy eltérés az általános eljárástól. És nagyon gyorsan meg lesz az eredmény. Tehát augusztus végére már mindenki tudni fogja, hogy felvették-e vagy sem, hiszen szeptemberben már indulnak a képzések, tehát nem lehet elhúzni ezt a folyamatot. A legtöbb képzés, 99% a képzéseknek viszont önköltséges a pótfelvételi eljárásban, tehát itt már fizetős képzések indulnak csak el, nem csak a Corvinuson, ez szinte minden egyetemre és főiskolára igaz, és általában a ponthatárok megegyeznek azzal, amit most két napja meghúztunk. Felfelé még el lehet térni, hogyha olyan nagy lenne a jelentkezés, hogy a kapacitások nem bírják, de azért általában a ponthatárok meg szoktak maradni a normál vagy az általános eljárásnál tapasztaltakkal. Szóval gyorsan kell cselekedni, augusztus 7-ig kell beadni a jelentkezést, a hitelesítést is addig kell elvégezni, és aztán várni, hogy augusztus 25-e környékén kiderül-e, hogy bejutott-e az adott felsőoktatási intézménybe a hallgató vagy sem. Készül-e az iskola valami mással, mint mondjuk, vagy idén, mint tavaly? Mármilyen tekintetben? Szakmai téren, bármi tanulmányi szinten. Nyilván az maga egy újdonság lesz, hogy a sportközgazdás szak elindul Székesfehérváron, és valami olyanba vágunk bele, ami nekünk is új, bár sportmenedzsment, tehát eddig is oktattunk Budapesten a testnevelési egyetemmel karöltve, de azért ez nekünk is egy új szak lesz, és ez országosan is egy kuriózum. Nagyon várják az oktatók is, hogy jöjjenek és oktassák ezeket a kurzusokat, mindezt ugye duális képzésben, tehát ez valóban egy újdonság. Én azt beszéltük éppen a kollégával, hogy itt még nagyobb élet lesz a kampuszon, ugye most, hogy már egy új szak is indul, háromszor annyi embert, hallgatót vettünk fel, mint korábban, sokkal inkább élettel fog azt gondolom megtelni a kampusz, mint korábban, és ennek is köszönhető, hogy ez a bővítés, amit a alpolgármester úr említett, megvalósul, és az a célunk, hogy a két év múlva, amikor az átadásra kerül, akkor az új épület is teljesen használatban legyen, és a jelenleginél is több hallgató látogassa a könyvtárakat, a laborokat, a termeket. Mi a különbség a sima alapképzés, illetve a duális képzés között? A duális képzés egy olyan képzés, ahol a diákok egyszerre szereznek elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot. Ugye Németországból indult az a mint, amit mi átvettünk pár évvel ezelőtt, és a Corvinus elsők között ismerte fel, hogy a közgazdasági-gazdasági képzésekben is lehet ennek terepe, és indítottunk duális képzéseket a gazdálkodás és menedzsment, illetve a pénzügyi számvitel területén. Ez egy nagyjából fele-fele arányban tanulnak órákon a diákok, illetve a cégeknél is képzéseket kapnak, vagy képzést kapnak a hallgatók. Ez persze egy nagyobb leterhelést is jelent, hiszen a nyári szünet is rövidebb, a vizsgák is sokszor terheltebbek, hiszen mindig figyelembe kell venni a céges beosztást, de azt gondolom, hogy egyértelmű az előny, hogy a képzés végére, mondjuk ennél a két alapszaknál 3,5 év, lényegében vállalati tapasztalattal, szakértelemmel fog rendelkezni a hallgató, nem beszélve arról, hogy egy fizetést is kap, akkor is kap egyébként, amikor nem a cégnél dolgozik, hanem tanul,
ami azt gondolom, hogy egy eléggé fontos és számszerűsíthető előny a diákok számára. És a megállapodás az, illetve a törvényelőírások azt mondják, hogy a béreknek, ezeknek a duális béreknek a képzés végére el kell érni a normál kezdőfizetések szintjét az adott cégeknél. Tehát mire végez az ember, lényegében ott van a munkaerőpiacon, mit ott van, teljes tapasztalat, gyakorlati tapasztalat birtokába kerül. Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Egy hét az iskolapadban és egy hét a cégeknél? És ez még inkább fragmentáltabb, tehát az első napokban, a hét első napjain vannak a cégeknél, a hallgatók aztán a csütörtök pénteken, vagy szerda csütörtök pénteken vannak az egyetemi iskolapadban. Ez azért változik évfolyamról évfolyamra, hogyha mindig hétfő kedden lennének a céges napok, akkor senki nem lenne a végén az egyetemen, tehát második évfolyamban más napokon dolgoznak a hallgatók, vagy nem is dolgoznak, ott is azért inkább képzéseken vesznek, on-the-job tréningeken vesznek részt, tehát a munka közben is tanulnak, de nagyjából így kijön a fele-fele, egy kicsivel több is még a céges részvétel, mint az egyetemi részvétel. Az egyetem kb. 22 hetet visz az 52-ből, és a maradékot viszi a résztvevő vállalat, illetve valamennyi kis szabadidő is, azért talán van még nyár végén pár hét, de így jön ki a teljes 52 hét, akár a hetek is így megoszlanak. Apagármester úr, mondhatjuk azt, hogy Székesfehérvár a duális képzés fellegvára? Azt gondolom, hogy igen, hiszen több városban is folyik duális képzés, de azok általában inkább egy nagy céghez köthetők, akár a Győrre vagy Kecskemétre gondolunk. Nálunk ugye az ipar szerkezete is teljesen más, mint mondjuk a nagy többi városnak, hiszen rendkívül heterogén az iparszámta, a nagyvállalat működik. És azt gondolom, hogy a két egyetem tekintetében már több mint 50 partnercég áll a hallgatók rendelkezésére, ami egy kiemelkedő szám. Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk, és örülök annak, hogy az egyetemek mellett a vállalatok is hamar felismerték ennek az előnyét és lehetőségét, hiszen, mint említettem, komoly munkaerőhiánnyal küzdenek ők is, és már azt gondolom, hogy ez az iparszám felül is régi igény volt, hogy már a egyetemi akadémiai képzés ideje alatt tudják már a fiatalokkal megismertetni az adott vállalatnak a munkakultúráját, a munkastílusát, a különböző működési elveket. Ne kelljen az egyetemről frissen kiérkező fiatalnak még egy plusz fél évet ezzel eltölteni a vállalatnál a munkakezdés követően, hanem már valóban, ahogy dékán helyettes úr is mondta, mire a diplomát készhez veszik az első évfolyam már itt 2019-ben a Székesfehérvári kampuszon, akkor már kész munkavállalóként tudjanak egyből belépni az adott vállalathoz, adott céghez. Ez miért éri meg a cégnek? Azt értem, hogy a diáknak azért, mert nyilván tapasztalatot szerez, akár fizetést is kaphat, de a cégeknek mi? Azt gondolom, hogy egy 3-3 és fél éves képzés ide alatt a fiatalok is nagyon sokat hozzá tudnak tenni az adott vállalatnak a működéséhez, hiszen nyilván az első pár hét, az első fél év az inkább az ismerkedéssel, a különböző munkaállomásoknak vagy a munkaterületeknek a megismerésével zajlik, de aztán már a második fél évtől akár már a komolyabb feladatokba is, különböző projektekbe be tudják őket vonni. Nálunk is a hivatalban is van két fiatal a Cornelius Egyetem, egy pénzügyes és egy gazdálkodásmenedzsmentes hallgatója, akik valóban már a könyvelésen és a pénzügyi irodán komoly segítséget tudnak nyújtani a munkatársaknak, akár a számlázásokkal kapcsolatban, vagy éppen különböző adat sorok begyűjtésével és azok szortírozásával, táblázatba gyűjtésével, hiszen nagyon sok adott bekérést kapunk, akár az államkincstártól, akár a különböző minisztériumoktól, tehát azt gondolom, hogy például nekünk a fiatalok nagyon sokat tudnak segíteni hivatalban, de azt gondolom, hogy az iparban is ez nagyon. Tehát azt gondolom, hogy a cégeknek ez egy jó
időszak arra, hogy a fiatalokat be tudják tanítani, és hát azt az időt pedig megnyerik a cégek, amit már az előbb is említettem, hogy hiába jött ki korábban a fiatal akár summa cum laude és a diplomával is az egyetemről, kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezett a fiatal, és ezért el kellett tenni egy jó néhány hónapnak az adott cégnél, hogy valóban gördülékenyen tudja végezni az adott munkát. És aki belekóstolt ebbe a duális képzésbe, az nem más, mint Kristóf. Kérlek, mesélj róla kicsit. Hát igazából én az Arkoni Köfém Kft-nél voltam duális képzésen. Igazából úgy kell elképzelni, ahogy ugye elmondták itt az előttem szólók, tapasztalatot szereztünk, nagyon sok mindent tanultunk a cégeknél, egy teljesen más szemléletmódot kaptunk, kicsit már komolyabb embernek is érezhettük magunkat, és emellett nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy ugyanúgy tanuljunk a munka mellett, ugyanúgy egyetemre járjunk, és nyilván nem az volt a legfontosabb, hogy leterheljenek minket, hanem tényleg meg akarták mutatni, hogy ők mivel foglalkoznak, és hogyha esetleg egyetem után ott szeretnénk maradni, akkor mi mivel fogunk foglalkozni. Hogyan tetszett? Jó tapasztalataim vannak, tetszett maga a munka is, én a controlling részlegen voltam, így nagyobb belátást nyerhettem, így részben ugye a gazdálkodásmenedzsmenten belül ebbe a controlling részbe, de szeretném magam más területeken is kipróbálni majd. Ha jól tudom, székesfehérvári vagy és Székesfehérváron tanultál eddig, miért pont a Corvinus és miért pont itt? Igen, székesfehérvári vagyok, a Ciszterci gimnáziumban jártam. Igazából a polgármester úrnak a roadshow-ján lettem figyelmes a Corvinus Egyetemre, illetve a Fehérvári kampuszra, és igen, megtetszett az ötlet. Előtte még a jogászképzésen is gondolkodtam, de itt eldőlt, hogy én ide szeretnék jelentkezni, és nem bántam meg őszintén. Miért maradtál itt Székesfehérváron? Mi volt az az ok vagy előnye, ami miatt itt maradtál, és mondjuk nem mentél inkább a pesti részre? Részben ugye a duális képzés volt a legfontosabb, illetve hogy ugyanolyan képzést kapok, mint hogyha a pesti Corvinusra járnék, ugyanolyan diploma lesz a kezemben, illetve hát nyilván Székesfehérvárat egyébként jobban szeretem, mint Budapestet, nekem Pest egy kicsit nagyvárosnak tűnik, szerintem én hamar elvesznék ott. Beszéltünk az oktatásról, mi újság az oktatáson kívül, szabadidő? Igen, kicsit családias még a légkör a Corvinuson, ha fogalmazhatok úgy, egyfajta kísérleti osztály voltunk, ilyen első évesek. Igazából egy nagyon jó viszony alakult ki a szaktársakkal, és mindenben segítünk a másiknak, minden kérdésre tudunk válaszolni, és összetartóak vagyunk, és ugyanezt mondható el a tanárokkal való kapcsolatunkra is. Nyilván más a helyzet, mint egy pesti Corvinuson, ahol ugye 400-500 fős előadásokon kell részt venni. Itt kialakult egy kisebb, személyesebb kapcsolat, tehát a tanárok is szerintem segítőkészebbek, illetve ők is sokszor mondják, hogy szeretnek ide lejárni hozzánk. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. További szép estét, viszontlátásra!